A születi felvonulásnak évtizedek óta inkább csak hagyományőrző szerep jut egy-egy kisebb település életében. Vannak olyanok, ahol évtizedek alatt folyamatosan tartottak ilyen ünnepeket, de vannak olyan települések is, ahol egy bizonyos idő után megszakadt ez a hagyomány. Kocsola is ezek közé a települések közé tartozik, de a lakók és a Német Nemzetiségi Önkormányzat összefogásának köszönhetően újra életre hívták a kocsolai születi felvonulást. Közhírét étetik, hogy Kocsolán szüreti mulatság veszi most kezdetét. Ami most elhangoztatik, az komolyan nem vétetik. Kocsolán nagyon régen hagyománya volt a szüreti felvonulásnak. Jó pár évet kihagytunk, és akkor a tavalyi év folyamán újból elkezdtük ezt a hagyományt tápolni, úgyhogy szeretnénk a jövőben ezt tovább folytatni. A település főutcáján színes lepedők voltak kötélre lógatva. Ez a hagyomány elég ritka Tolna megyében. Lajos Anikó szerint ennek is több évtizedre visszanyúló hagyománya van. A diszkapunak nevezik, és a helyi lakosok állítják fel ezeket a diszkapukat, és a kisbíró a diszkapuk alatt mond az adott házra vonatkozóan egy kis szöveget, és a diszkapu alatt a menet megáll és táncol egyet. Falu végén lakik az autók doktora. Bár diplomáját még nem látta senki soha. Lehet, hogy csak szenvedélyből gyűjt autókat, hogy lecserélje rajtuk a kipufogókat. Ha elromlik az autót, hozd hozzá bizalommal, mert olyanból már van az udvarba egy nagy halommal. Előbb vagy utóbb elkészül az autót, megértheted, addig meg vegyél magadnak buszbérletet. A Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke azt mondja, a fiatalok egyre nehezebben működnek közre a hagyományőrző rendezvényeken, azonban Kocsolán ő ezt máshogy tapasztalja. Épp az ellenkezőinek tesznek tanúbizonyságot a fiatalabb generáció tagjai. Egyre jobban jönnek a fiatalok, és talán megint ismét hagyománya lesz ennek, hogy be tudjuk a fiatalokat vonni, és át tudjuk ezt a stafétabotot nekik adni. A szüreti felvonulásra kilátogatott a település polgármestere is, aki megerősítette, hogy lassan évszázados hagyománya van ennek az ünnepnek a falu életében. Ennek a hagyománynak az a jelentősége, hogy valamikor a középkor és az azt követő időszakban az őszi szüreteknek egy ilyen nagy ünnepélyes lezárása volt a szüreti felvonulás, és hát a legvégén pedig egy mulatság. Akkoriban úgy ment, hogy már kint szüret alatt is notázgattak az emberek, a szüretelők, aztán pedig folytatták este egy ilyen bálban. Voltak különböző szereplők ezeken a fesztiválokon, akik most is vannak, bíró, bíróné, jegyző, jegyzőné, tehát akiknek valamilyen szerepe van, a kisbíró, akinek a legnagyobb szerepe van a menetben, ilyen humoros rigmusokat mond az adott szakaszokról, az adott területre jellemző rigmusokat, ahol végigvonulunk. És hát igazán ez a, tényleg az őszi születnek egy ilyen ünnepélyes zárása volt. Ha jó volt a szület, akkor az ünnepeltek, ha meg gyenge, akkor gondolom szomorúságokban. Horváth Zoltán szerint egy település életében kevés nagy volumenű rendezvényt rendeznek meg, azonban a falunapok és a születi fesztiválok mulatságok ezen események közé tartoznak. Ilyen kis település életében az a lényeg, hogy összehozza az embereket, ugyanis egyet megszervezni csak összefogással lehet, tehát hogyha a falu apraja nagyja, idősek, tehát a nyugdíjas klubok is besegítettek, a Német Nemzetiségi Önkormányzata a főszervező most idén, eddig a Kulturális Bizottság szokta szervezni, önkormányzat Kulturális Bizottság, de mivel most érkezett német testvértelepülésre egy 12 fős delegáció, ezért most a Német Nemzetiségi Önkormányzat magáról vállalta ennek az egésznek a főszervezését, nyilván besegítettünk nekik. Tehát itt ennek ez a lényege, hogy összejön az emberek, együtt vannak, és a dolgos hétköznapokat egy kicsit felváltja egy kis ünneplés. A polgármester szerint az újra szervezett születi nap sikerét mutatja, hogy nem csak az idősebbek, hanem a kisebbek is nagy lelkesedéssel vesznek rajta részt. Kicsiktől kezdve, tehát óvodás, öltözőnk is van, iskolás, felnőtt, én magam már lassan 60 éves leszek, azt én is itt vagyok, idén engem is rábeszéltek, eddig én csak ilyen fotómester voltam ezekben a rendezvényekben, de most úgy látszik, hogy engem is rábeszéltek, hogy részt vegyek a menetben, tehát ez összefog itt a falu apraját, nagyját, tehát úgy nézem, hogy sikeres. És hát a delegáció, aki érkezett, az meg különösen kíváncsi, mert ilyet még nem nagyon láttak. Egyébként valamikor ez azért nem egészen így nézett ki, mint napjainkban, hiszen itt egy ilyen 30 évvel ezelőtt minden évben megszervezték ezt, aztán volt egy 25 éves tünet, és akkor ezt visszahoztuk, egy 7 évig minden évben megszerveztük, de úgy, ahogy ez tényleg régen volt, fogatok
20-24 fogat vett részt a menetben. Ezek között volt humoros ilyen cigányfogat is, meg ilyen humorosan felöltözött emberek is, meg mint farsankor, meg persze a népviselet. Itt a magyar népviselet szokott a jellemző lenni, de mivel svábok és cigányok is élnek a településen, ezért most őket is rábeszéltük, hogy mindenki a maga népviseletébe vonuljon fel. Ugye a németek a dindli ruhába, a magyarok a magyaros kocsolás népviseletbe, ebbe a hímzett bőszoknyás, bársony ruhás viseletbe. Kocsolán ugyan korábban fogatok is vonultak a születi fesztiválokon, mára ez a hagyomány már megkopott, és csak a bírói szekér maradt a felvonulók között. A polgármester szerint azonban a település így sem panaszkodhat egyedülálló szokásait illetően.